Szemre való, szemlátomás, szemrehányás. És még meg annyi olyan magyar szó van, ami a szemmel kapcsolatos. Az öt érzékszervünk közül talán ez lenne a legfontosabb. De vajon hogyan tudjuk megőrizni szemünk világát? Erre keressük ma a választ. Ezért elmegyünk egy olyan optikai szaküzletbe, ahol Fedászkó Sándor minden kérdésünkre választ ad. Tartsanak velünk! Jó napot kívánok, Amila! Ця оптика була відкрита в 2018 році. Ez az optika 2018 augusztusában nyílt meg, és a mai napig is itt dolgozunk. Itt nem csak optikával foglalkozunk, hanem a gyerekek pleoptikus kezelésével. Akkomodációs görcs, rövidlátás, kancsalság. Tehát ez már egy érdekesebb komplexum, ahol nem csak szemüvegeket készítünk, hanem kezeljük is a gyerekeket. Hogyan jött az ötlet, hogy pont szemész legyen? Apám akart szemész lenni. Az élet viszont úgy hozta, hogy egy nagyon jó fitoterapeuta lett belőle. Én pedig nem is nagyon gondoltam arra, hogy szemész legyek. De miután Odesszába kerültem, ott ráeszméltem, hogy ez az én asztalom. Az egy nagyon hasznos időszak volt, mert sokat segítkeztem a műtőben, és olyan kivételes emberekkel dolgozhattam, mint Luhály, meg Hogyim. Ezek voltak életem legérdekesebb évei. Az odesszai főiskolán töltött 3 éven egyszerűen fantasztikus volt. Ugye Kárpátalján nagyon sok üzletember, vagy akár gazdálkodó folyamodik a EGANADE gazdaságfejlesztő programhoz. Ön folyamodott-e ilyesmihez például? Igen, én nagyon hálás vagyok ennek a programnak, az EGANADE alapítványnak. A segítségükkel vásárolhattuk meg a Veko E3 nevű gépet, amit lencsecsiszolásra használunk. Valóban nagyon hálás vagyok ezért, mert ez egy hatalmas támogatás volt a számomra, mint egy kezdővállalkozó számára. Підтримка. Мене як бізнесмена, коли я починав на початку, це дійсно було дійсно таке. Említett, hogy ön gyerekekkel is foglalkozik. Hány éves kortól ajánlott, vagy hány hónapos kortól ajánlott eleve gyerekeket elhozni egy ilyen vizsgálatra? 5 éves kortól mindenkit vállalunk. Ha van valamilyen patológia, és a gyerek fiatalabb korú, akkor ezekben az esetekben van egy orvosunk, aki munkácsról érkezik, és ő foglalkozik ezeknek a gyerekeknek a szemészeti kezelésével. A gyerekek gyakran nem vallják azt be, hogy nem látnak. Mit ajánl a szülőknek? Hogyan tudják ezt észrevenni, vagy esetleg megelőzni? A szülőknek azt tudom ajánlani, hogy figyeljenek oda arra, hogy milyen a magatartása a gyereknek tanulás közben. Hunyorít, közelhajol a könyvhöz, vagy azt mondja, hogy rosszul lát a távolba. Erről nem szabad azt gondolni, hogy a gyerek kényeskedik, hanem erre oda kell figyelni. Különösen a mai világban, amikor a gyerekek táblagépeken olvasnak, illetve interneteznek, sokat mobiloznak, és emiatt nem fejlődik ki a látásuk. Van egy olyan fogalom, mint a tompa látás. A gyerekeknél ez azért szokott kialakulni, mert sok időt töltenek az ilyen eszközök előtt. Sok szülő annyira el van foglalva a munkájával, hogy nekik sokkal könnyebb egy táblagépet adni a gyerekei kezébe, mint sem időt és figyelmet szentelni nekik. Ez igaz, és ez nagy probléma. A tompa látást csak a szülők tudják felfedezni, vagy pedig mi, amikor ingyenes szűrést tartunk az iskolákban. Azt szeretném öntől kérni, hogy vizsgálja meg a szememet. Ez lehetséges? Bez problém. Semmi akadálya. Mondjál nekem, kérem, hogy melyek azok a betegségek, amelyek hosszú távon látáskárosodást tudnak okozni? Most mondom, hogy ez a miópia.
Особенно у детей це є міопія, однозначно. Általában a rövidlátás, különösen a gyerekeknél. Ez egyértelmű. Idősebb korban ez lehet a cukorbetegség, a szürke hályog, a zöld hályog, és a legsúlyosabb ezek közül a diabétesz és a zöld hályog. A cukorbetegség a szaruhártyát károsítja, lerakódás képződik, és bevérzést is előidézhet. A zöld hályog is nagyon súlyos betegség, mert sokszor a felnőttek számára észrevétlen a lefolyása. Glaukoma, це ще більш тяжке захворювання, тому що інколи вона проходить вже незамітно для дорослих. Az ember csak arra lesz figyelmes, hogy nem lát az egyik szemére. Manapság megjelent a zöld hályog azon formája, amikor a szemben normális belső nyomást mérünk. Ezt a fajta megbetegedést nagyon nehéz diagnosztizálni. Ha az ember nem jár fél évente, vagy legalább évente szűrésre, akkor nagyon könnyen visszafordíthatatlanná válhat a helyzet. Arra a következtetésre juthatnak, hogy műthető szürke hályogról van szó, közben pedig sokkal komolyabb a helyzet. Fél homályban olvasunk, akkor az árt a szemünknek. Да, дійсно, це є правда. Особливо ми вже в досить такому віці знаходимося, що інколи нам самим ліниво встати. Ez az igazság. Olyan korban élünk, amikor nehezen mozdulunk meg. Én magam is sokszor, ha már hazaértem, akkor lepihenek, kezembe veszem az újságot és olvasok. Holott ezt nem ajánlott így csinálni. Meg kell lennie a kellő megvilágításnak ahhoz, hogy kényelmesen tudjunk olvasni. Ez tény. Має бути определенне освітлення для того, щоб людина могла комфортно себе бачити. Тобто ці умови завжди мають бути використані. Це факт. A következő, igaz-e, hogyha sok répát teszünk, akkor jobb lesz az eredményünk a látásvizsgálaton? Да, дійсно, якщо є в морковці бета-каротин. Igen, a sárga répában bétakarotin található. Ez az a vitamin, amire idővel szüksége van a szemünknek. Ezért ez igaz. De nem csak a sárga répa, hanem a fekete áfonya is nagyon hasznos, mert sok olyan vitamin van benne, amire szüksége van a szemnek. Ez igaz. Akinek gyenge a szeme, az ne olvasson kisbetűs szövegeket, és ne végezzen aprólékos munkát. Ez nem teljesen igaz, mert több látáskorrekciós lehetőség is rendelkezésünkre áll, mint például a szemüveg. Ha megfelelő szemüveget választunk, az adott személy bármilyen munkálatot elvégezhet. Mennyire volt nehéz beszerezni az ilyen felszereléseket, és mi ez a felszerelés pontosan? Це авторефрактометр, за допомогою якого ми вимірюємо приблизну густроту зору, яку Ez egy optikai koherencia tomográf. Ezen elvégezhetem a görbületmérést is. Tehát ez egy multifunkcionális eszköz. Тобто це в мене такий мультифокальний апаратик. Plusz є щілина лампа, де я можу. Ezen kívül van egy réslámpás eszközünk is. Vannak periféria vizsgálatára használatos lencséink is, amit a cukorbetegek esetében használunk. Можна подивитися периферію оруserato. Ezt pedig akkor használjuk, amikor a szem mélységélességét akarjuk megvizsgálni. Тож ми могли подивитися саме очне дно. Féle fajta szemüvegek vannak, milyen stílusú, milyen formájú, milyen lencse? Ну, в основному є декілька типів окулярів, які діляться на убіткові, полуубіткові і безубіткові. A szemüvegeknek néhány файтая van. Ezeket keretes, félkeretes és keret nélküliekre osztjuk. A keretesekből maximális mennyiségű van itt bemutatva. Csak hogy értse, ez egy teljes keretes szemüveg. Megfoghatja. Оце є одна із обіткових оправ. Ну, от наподобі, вона має повністю весь ободочок, повністю в закритий. Можете їх взяти, подивитися. Це є
U nás... És van itt egy félkeretes. Ezen csak felül van keret. Alul nincs semmi. Rámka, a znézu nem má ničoho. Vna na lőszki держit. I tretí vid, jaký osnovné je... A harmadik a keret nélküli, mint az enyém. Ez csak két helyen van rögzítve a lencsén. Minden kerethez saját formájú lencse jár. Általában az 1.56-os lencséket szoktuk használni, mert azokat szinte minden kerethez használni tudunk. Én csak a dioptriát mérem ki. A páciens választja ki a keretet, és amikor már megvan a keret, akkor a munkatársaink kiválasztják az ahhoz megfelelő lencséket. Tehát ezek a szemüvegek csak a felnőttek számára, vagy a gyerekek számára is ugyanilyenek érvényes? Dítei v osnovnom vykorisztovujúce obytkové opravy. Vony mají buti zahíšení, vony mají... A gyerekek esetében teljes keretes szemüvegeket használunk. Ezeknek védetteknek kell lenniük és biztonságosaknak. Ami még engem is meglepett, a múlt héten vásároltunk néhány olyan keretet, amit a gyerekek akár meg is ehetnek, és nem lesz semmi bajuk. Feloldódnak. És ez még számomra is újdonság volt. Amikor nekem megmutatták ezeket a kereteket, akkor azt láttam, hogy ezek valóban feloldódnak a vízben. Látom itt, hogy a szemüvegeken, egy-két gyerek szemüvegen van hátul ilyen kötő, és van, amelyiken nem. Ez mitől függ? Ez kortól függ? Vagy valamilyen... Nem, ez залежить від активності самої дитини. Ez a gyerek aktivitásától függ. A hiperaktív gyerekek számára vannak ilyen speciális kereteink, amin ilyen kis rugó van, ami megtartja a szemüveget a gyerek fején, amikor sportol, vagy valamilyen más aktív tevékenységet végez. A mozgás kicsik és nagyok számára egyaránt fontos, a cserkészek életében pedig szinte elengedhetetlen. Most betekintést nyerhetünk egy általuk szervezett rendezvénybe, ahol 34 órán keresztül megszakítás nélkül gurult a focilabda. Perc az egészségért, közösségért a neve annak a kétnapos rendezvénynek, melyet a beregszászi 4-es számú Bendáz István cserkész csapat, Magyarország beregszászi konzulátusa és a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség közös szervezésében a beregszászi középiskolában tartottak. Az esemény az elmúlt évben útjára indított hagyomány folytatása, ahol a sportkedvelő közösségek, szervezetek és baráti társaságok közösen játszhattak egy jó cél érdekében. A megmozdulás célja amellett, hogy összehozza a sportkedvelő kárpátaljai gyerekeket és felnőtteket, az volt, hogy minél több adományt tudjanak összegyűjteni a kárpátaljai elfelejtett gyermekek számára. Mesélj nekünk erről az eseményről. Miért jött össze? Mi volt a lényege? Milyen elgondolásból kezdtétek meg egyáltalán ezt szervezni? Hát mi cserkészek mindig gondolkodunk, hogy milyen új dolgot lehet kitalálni, vagy milyen programmal tudunk egy picit a cserkészeinknek a kedvére tenni, és most egy picit tovább mentünk. Tavaly évben leültünk, és így páran összedugtuk a fejünket, és azt mondtuk, hogy csináljunk valami olyan rendezvényt, ami nincs a vidékünkön, vagy olyat, ami talán egy picit nagyobb, mint amihez eddig hozzászoktunk, és akkor így próbáltuk azokat a fő kulcsmomentumokat egymás mellé tenni, ami egy picit talán a körülöttünk élő közösségeket összefoghatja. Ugye hát ezért lett a foci a vezérfonala, mert hát mit, de azért itt Kárpátalján nálunk a focit azt szinte mindenki szereti. Azért tettünk hozzá egy jótékonysági célt, mert azt látjuk, hogy itt Kárpátalján az emberek igyekeznek mindig egy jó ügy mellé odaállni, és azért tettünk egy csomó mellékprogramot mellé, hogy azok, akik esetleg sem a jótékony, sem a foci részében nem tudnak beszállni, akkor azoknak is legyen alternatív program lehetőség, és akkor a tavalyi évben így találtuk ki, hogy a 2018 perc az egészségért, a közösségért, akkor az útjára induljon. A mozgást mindenféleképpen bele szerettük volna tenni, hogy a fiataloknak egy picit most talán nem annyira
van megadatva az, hogy mindenki eleget mozogjon. Ugye erre felhívják különböző szervezetek is a figyelmet. Iskolákban is annyi szó esik róla, de hogy kézzel foghatóan nem mindig tudunk eljutni arra a szintre, hogy akkor igen, tegyünk is ezért. Ez a rendezvény például az egészség szempontjából ezért fontos, mert aki ide eljön, a friss levegőn mozog, bent mozog, tehát nagyon sokat mozog, akár fiatal, akár idős. A közösség része meg azért érdekes, mert tényleg mindenhová megpróbáltuk eljutatni a meghívóinkat, hogy Kárpátalja összes közösségében legyen megszólítva legalább egy-két szervezet, és ebből azért sokan el is jöttek, néha meglepő módon olyan közösségek is, olyan civil szervezetek, akiknek nem is tudtuk, hogy vannak sportszerető tagjai, úgyhogy ilyen szempontból ez az 50-60-70 csapat, aki a két nap alatt itt összejön, egy igazi nagy közösséget alkot, és hát erre egy picit büszkék is vagyunk. Mennyire vesz részt a cserkész életében a sport, vagy maga az az egészséges életmódra való nevelés? Hát nekünk cserkészeknek azért ez egy alap vonala a mozgalmunknak, hiszen a természetjárás, illetve a táborok azok már alapvetően egy ilyen természetközeli és sportszeretetre próbál mindenkit tanítani, illetve azért sokan szeretnek mozogni, és cserkész programjainkban is gyakran vannak cserkész sportos dolgok, számháborúzunk, métázunk, sokan fociznak, úgyhogy nálunk ez azért annyira nem idegen dolog, nem áll annyira távol, de azért valljuk be őszintén, vannak olyan cserkészeink, akik már egy picit kényelmesednek, és nem feltétlenül ugornak az első ilyen szabadtéri programra. Örülünk, amikor elmondhatjuk azt, hogy minden csapat Kárpátalja összes cserkész közösségéből jön egy kontingens, és akkor ilyen gyerekzsivajos szombat délelőtt van, akkor látjuk, hogy azért szeretnek a fiatalok mozogni. Szervezési szempontból mennyire volt ez nehéz, így logisztikai szempontból elrendezni azt, hogy 34 órán keresztül tényleg folyjon a játék, és éjszaka is azért legyenek a csapatok, akik elvállalják ezt a dolgot? Nem volt könnyű, bevallom őszintén, tavaly egy picit féltünk is ettől. Tehát azért mondtuk, hogy jó, a terv megvolt az akarat és a lendület, küldtük a meghívókat, szerveztük a mellékprogramokat, de azért úgy bennünk volt, hogy na de ha nem jelentkezik annyi csapat, akkor mi lesz? Hogyha nem tudjuk kitölteni azt a 34 órát, akkor mi lesz? Sikerült, és a tavalyi sikerekre visszagondolva, vagy ezen felbuzdulva azt mondtuk, hogy na ha tavaly sikerült, akkor idén is fog, és akkor megpróbáltunk ugyanúgy megszólítani mindenkit. Azt lehet mondani, hogy egy nagyon jó kis szervezői közösség van emögött, de mindenki a saját állomásáért felel, ezt komolyan veszi, az eszközöket beszerzi, tehát figyel rá, akár a FIFA szobánál, hogy a beállítások meg legyenek. Ugye meg van osztva a bírók, akik bíráskodást vállaltak, azok éjszaka is úgy készülnek, hogy akkor jönnek este, előtte egy picit pihennek, hogy akkor bírják az éjszakai helytállást. Tehát, hogy a maga szintjén mindenki a saját feladatáért teljes mértékben felel, hát és csak is így tud működni ez jól. Futball mellett más pihenési alternatíva is rendelkezésére állt a résztvevőknek. Nagy volt az érdeklődés a lézerharc iránt, de sokan részt vettek a célbarúgó és a kötélhúzó versenyen is. A rendezvény közel 34 órájában megszakítás nélkül folyt a játék, így éjszaka is. A cserkészek életében rendszeresen jelen van a mozgás, hiszen számukra fontos az, hogy minden korosztály fit és egészséges maradjon. Levente, meséld el nekünk, hogy melyik cserkész csapattal érkeztél ma ide? Én ma a Csapi 3 számú Gróf Széchenyi István cserkész csapattal érkeztem. 8 éve cserkészkedek, és már másodszorra vagyok itt ezen a sportnapon. Úgy tudom, hogy ti kezdtétek meg az egész sportrendezvényt. Mennyire volt ez kellemes így korán reggel? Hát elég kellemes volt, főleg, hogy nem melegítettünk be, de ehhez képest megnyertük az első meccset a beregszászi cserkész csapata ellen. Mennyire? 16-3-ra. Mennyire fontos neked a sport így a mindennapokban? Nagyon fontos nekem a sport a mindennapokban, mivel egészségesen élek, és a sport egy elengedhetetlen része már az életemnek. Hogyan mutatkozik meg ez a mindennapjaidban? Jársz esetleg valamilyen edzésekre, vagy hasonló? Igen, járok focira, kosarazni is szoktam, és minden este 2 órát edzek otthon. Az igen, és mi ez, hogyan mutatkozik meg ez a 2 óra edzés? Mit csinálsz? Hát felüléseket csinálok, guggolásokat, fekvőtámaszokat. Inspirálod ebben a szüleidet, hogy ők is mozogjanak? Nem kell inspirálnom őket, mert ők maguktól mozognak, szóval. Akkor eleve így lett a neveltetésed. Igen.
És cserkészként milyen programok vannak, amikor igazán a mozgás, meg a testmozgás, meg az egészséges életmód mutatkozik meg? Tehát például van ez, ezen kívül vannak-e még ilyen? Persze, hogy vannak. Vannak többféle túrák, biciklitúrák, kenúznak különféle cserkészek. Vannak szakágak, bicikliszakág, kenúszakág, túrázószakág, ilyen hegymászó. Akkor és... mindenből egy kicsit? Igen. És melyiket szereted a legjobban? Én a biciklisszakágot szeretem, főleg. A cserkészet egyik legnagyobb előnye, hogy akárhány éves kortól el lehet kezdeni, és be lehet kapcsolódni a különböző foglalkozásokba. Megtanít önállóvá válni, csapatmunkában dolgozni, ugyanakkor a természettel való kapcsolatra összpontosít, és a mozgás szeretetére nevel. Mennyire fontos a cserkészek életében a mozgás, eleve a cserkészeknek a mozgás szeretetére való nevelés? Hát gondolom, mint minden egészséges embernek, ugye a cserkészeknek is fontos a saját egészségüknek a megőrzése, és a rájuk bízott gyerekeknek az egészségének a fejlesztés, illetve arra a életmódra való szoktatása, nevelése a gyerekeknek, hogy hogyan kell egészségesen élni, hogy kell a testünket erősíteni, hogy kell úgy táplálkozni, hogy az ne a kárunkat okozza. Úgyhogy cserkészetben ez főleg a táborokban ez abszolút ott van. Ugye minden reggel tornázunk, sok túra van, sok mozgás van, játék, futás, staféták. Az étkezésre is odafigyelünk, hogy azért amit eszünk, az csupa egészséges, meg mindenféle adalékmentes legyen. Úgyhogy szerintem ez a cserkészetben, hogyha nincs is törvénybe vésve, de a cserkészetnek ez egy egyik alap vonása, hogy a természet szeretet mellett a saját testünknek az egészségben tartása is ott legyen. Hát van egy ilyen cserkésztörvény is egyébként, hogy a cserkész testben és lélekben tiszta, úgyhogy ez valamennyire kötődik is hozzá. Milyen hasonló programokkal készülnek úgy az évente a cserkészek, az ilyen sportprogramokat? Hát nem csak sportprogramok vannak a cserkészek életében. Programok egy része azért a szabadban zajlik, tehát mozgással, friss levegővel. Még ebben az évben ez a második olyan programunk, ami kimondottan a sportról szólt, mert az idei cserkésztapunk, minden évben szerveznek a cserkészek szerte a világban cserkésznapot. Április 24-én van Szent György ennek a emléknapja, és ehhez közel eső hétvégén szoktak a cserkésznapok lenni. Az idei cserkésztapunk az egy cserkész olimpia címet viselő program volt, ahol a Péterfalvi stadion területén rengetegféle sportágat tudtak kipróbálni, űzni. Hát közel 300 fiatal jött össze, és egész nap csak a sportról szólt. Itt a táborok, a túrák, a téli túra, nyári túra, kerékpártúra, azért ez mind a mozgásról szól. Az idei megmozdulás sikerességét bizonyítja, hogy közel 600-an vettek részt rajta. Továbbá, hogy idén több család is kilátogatott, és aktívan részt vett a programokban. Remélhetőleg jövőre legalább ugyanennyi, vagy még több résztvevője lesz a 2020 perces focizásnak. Köszönjük, hogy velünk tartottak! Mivel a műsor önökért van, ezért várjuk tippjeiket, kérdéseiket vagy ajánlatukat a következő műsor témáját illetően. Facebookon itt vagyunk elérhetőek, Instagramon pedig ezen a címen. Kérem, tartsanak velünk legközelebb is!